A rendezvény a Művelődési Házban kapott helyszínt. Sokan részt vettek az eseményen. Az önkormányzat színes programokkal és meglepetés vendéggel is készült. Kérdeztünk a helyi nyugdíjas klub szokásairól, mivel töltik idejüket, ezzel kapcsolatban Hajdú Lászlóné beszélt. Tulajdonképpen a mai nap menetét én valójában annyira ismerem, hogy tehát egy műsoros estre, délutánra számítunk, és valami meglepetés. A meglepetésről nem tudok semmit, mert az a helyzet, hogy én most a napokban nem voltam itthon, és nem tudtam ennek után. Meg egyébként is nem valószínű, hogy kiderült volna, mert ha meglepetés, akkor nem lehet tudni. Sok rendezvényük van. Kirándulnak közösen, bizonyos ünnepeket megtartanak, egymás között is, egymás névnapját, születésnapját köszöntik. Tehát egy nagyon összetartó társaság. Kirándulni mennek, fürödni mennek, színházba mennek. Itt rendezvények vannak. Én úgy gondolom, hogy ez egy ilyen méretű faluban tulajdonképpen ez jó dolog. Molnár Sándorné is örült az önkormányzat meghívásának. Hát meghívtak, igen, kaptunk meghívót. Hát én örültem nagyon neki, mert legalább így látom az időseket, találkozok velük. És jó érzés itt lenne a többséggel együtt. Az idősek tiszteletére és megbecsülésére készült az ünnepség. A rendezők desszertsarkot is kialakítottak, mondta Selné Simcsik Orsolya, Kakast polgármestere. Kakasdon a mai napon tartjuk az idősek napját. Tavaly is nagyon jól sikerült rendezvény volt, és olyan sok kedves szót, pozitív visszajelzést kaptunk, hogy nem volt kérdés, hogy idén is megrendezésre kerül. Nagyon színes programokkal kedveskedünk az időseknek, reméljük, hogy elnyeri tetszésüket, és bízunk benne, hogy tényleg a nap végére örömmel távoznak, és kedvüket lelik az egész délutánban. Nagyon készültünk, olyan izgatottak is vagyunk, hogy vajon hogyan reagálnak az idősek. Szeretük volna mindenképpen kifejezni tiszteletünket és köszönetünket is a munkájukért, az értékért, amit teremtettek, és mindazért, amit a mai napunk kapunk tőlük, és azt gondolom, hogy olyan alapokra építkezhetünk általuk, hogy ezt szeretnénk mi is továbbadni a jövő nemzedékének. Gyerekektől egészen az idős korosztályig, tehát verseket hallhatnak, énekeket, táncokat láthatnak, lesz vendégföllépünk, és kicsit úgy is hirdettük meg, hogy meglepetéssel készülünk, ami való igaz, úgyhogy reméljük, hogy jól sikerül a meglepetés számukra. Az az igazság, hogy úgy szerveztük most le, hogy a fő műsor a lényege maga az idősek napjának, és egy ilyen desszert sarokkal kedveskedünk nekik, ahol a végén beszélgethetünk egy kicsit, megédesítjük a napjukat különböző süteményekkel, sósokkal, falatkákkal, kávéval és üdítővel. A helyi általános iskola gyermekei versekkel és énekekkel készültek. Jó volt látni a sok örömöt az arcokon, hisz a múltunkat köszönhetjük az időseknek, és a múlt nélkül nincs jelenünk és jövőnk sem. Erőt és egészséget kívánunk nekik, és még nagyon sok ilyen együtt töltött ünnepet.